Műsorunk e heti részében az augusztus 30-ai képviselőtestületi ülés soron következő 5. 30 percét láthatják, amelyből elsőként ígéretünkhöz híven dr. Bálint József válaszát ismerhetik meg, hiszen a múlt héten dr. Angeli Gabriella kérdésével zártunk. Amikor megkapjuk a döntést, akkor rendelkezésünkre egy idő, amíg a támogatási szerződést nem írjuk alá. A támogatási szerződés aláírásig lesz lehetőségünk. De ez rövidesen záródik már ez a cirkusz, tehát vagy így lezáródik. Tehát amennyiben úgy látjuk, hogy nem járunk sikerrel, és tovább is a magyar állam bevállalja, hogy itt rohadjon el a laktanya, akkor rohadjon tovább a laktanya, minket nem érdekel, akkor a pályázatot máshol fogjuk megvalósítani. Úgy, ahogy lehatárolta azt a részt, ami véleménye szerint a laktanya legértékesebb része, és értékesíthető lenne, mai napig nem tudja eladni. Ez a volt sportpálya rész és a többi. Úgyhogy van előttünk példa. Azt is felosztam hogy nekik, hogy gyakorlatilag az az 5 rakéta tároló épület a mi projektünkhöz kell. Még ha valaki azt megvenni, azt le kell bontani, mert másra nem tudja használni. Tehát az nem érték, nekünk meg érték, ezért tudnánk optimálisan megvalósítani a beruházásunkat. Sőt, én nagyon sajnálom, hogy nekem el kellett magyarázni nekik, hogy a nemzeti vagyonban két vagyonrészt van, egyrészt az állami vagyon, másrészt az önkormányzati vagyon, és az önkormányzati vagyon növekmény is növeli a nemzeti vagyon értékét. Úgy látszik, hogy sokan nem értik ezt, de hát én erről nem tehetek, csak a következő, hogy cash flow. Tudom, hogy mi már ezt kapták meg, tehát én megértem ezt a nekik. De hogy kompromisszumos döntést nem lehet hozni, ezt viszont nem értem meg. És ez hamarosan el fog dőlni, mert én úgy tudom, hogy a mai napon kapja meg a miniszter úr, hogy mik voltak eddig akadályok, megkért tőlünk egy anyagot, hogy miért nem realizálódott eddig ez. És leírtuk, hogy miért, ebbe főleg a két nyilatkozat miatt nem realizálódott. És akkor még ilyeneket leír a vagyonhasznosító Kft., hogy a ZRT, elnézést, nem a vagyonhasznosító, a vagyonkezelő, hogy amennyiben megkapná a cserébe ingyenesen az épületet a magyar állam, akkor nem biztos, hogy kötne vele vagyonhasznosító szerződést a földhivatal. Hát majdnem anyat vágta maga, már most is ingyenes használata van. Hát akkor hogy gondolja, hogy majd kezelőjogot odaadja neki, és akkor kér érte pénzt, mikor használata joga van az ingatlanon, hiszen csak a tulajdonos változik. Az önkormányzat tulajdonába elmegy a magyar állam tulajdonába. Szóval én nem értem, én vagyok a hülye begyipösödött ezek szerint. Jó, ennyi van, tehát én ezért mertem behozni a képviselőtestet elő, hogy próbáljuk meg, ugye ez 30 napos, illetve még egy 30 napos dolog, ha nem megy, akkor továbbra is keresnünk kell ennek a hasznosításának a kérdéskörét, amennyiben meg a csere nem valósul meg, akkor egyértelmű, hogy hasznosításra kell gondolnunk, hogy hogy fogjuk hasznosítani ezt az épületet. Megkérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan még további kérdés, dr. Félvi Gézát láttam, nincs. Jó, akkor hozzászólást, ha nincs más kérdés. Igen? Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Nem irigylem Kalocsa város lakosságát, aki nyomon követi az önkormányzat működését, mert nem tudom, hogy kik értik ezt a folyamatot, amit most itt polgármester úr felvázolt. Én igyekeztem figyelni, nagyon több soron is elveszítettem a szálat, nem értem, hogy mi volt itt az okfejtés, és viszont egy dolgot értek, hogy több mint 2 éve, illetve körülbelül 2 éve tudja az önkormányzatunk azt, hogy van egy 800 millió forintos pályázati lehetősége ipari parkok és iparterületek fejlesztésére. Én megmondom őszintén, mindig támogatom, amivel gazdagodik Kalocsa városa, és polgármester urat is mindenben támogatom, ami előrébb viszi a városunkat, és volt polgármester úrnak ez a javaslata, hogy a parkgondozó Kft-t költöztesse át az önkormányzat ezen a 800 millió forinton, és ez jó lesz a városnak. Ugye nehogy bárki azt tudja mondani, hogy nem segítek, én is szavazatommal megszavaztam ezt,
És ahogy haladtunk előre, kíváncsi voltam, hogy hová jutunk. És többször hallottam már, mondtam már azt a kifejezést, hogy zsákutcába és fal, hát most szerintem beütöttük már a fejünket. És ott tartunk, hogy beadunk egy 800 millió forintos pályázatot egy olyan területre, ami nem a miénk, és meg se kapjuk. Tehát polgármester úrtól egy kicsit nagyobb felelősséget és nagyobb odafigyelést várnék el, mert ugye azért nem minden hónapban esik kalocsára 800 millió forint, és az, hogy ezt úgy költsük el, illetve el tudjuk költeni, mert még teljesen bizonytalan, hogy egyáltalán ezt városunk megkapja-e, tudunk-e olyan pályázatot beadni, amire érdemesnek találják ezt. Nyilván ez a 800 millió forint ez jár kalocsának, csak ezt kellene átgondolni, hogy hogyan használjuk minél jobban. Én azt is el tudnám képzelni, hogy a meglévő ipari parkunkat fejlesszük tovább, az ott jelenleg is működő vállalkozásoknak könnyítenénk a terhein. Nincs elég áram az ipari parkban, nincs gáz az ipari parkban, az út is nagyon rossz állapotban, illetve vannak ott olyan önkormányzati területeink. Figyelek, csak készítem föl, hogy a választ majd megkapják. Ja, de megvárom, amíg felkészíti a választ. Nem, csak én te, hogy készüljön föl, mert nem figyelt, ennyi. Én figyelek, hétfele tudok figyelni. Jó, jó. Akkor miután a felkészítés megvolt, köszönöm polgármester, akkor folytatom. És illetve az önkormányzatunknak is az ipari parkban vannak olyan területei, amelyeket fejlesztéssel talán egy kicsit vonzóbbá tudnánk tenni. Úgyhogy én szeretném kérni polgármester, fontolja meg, hogy most tényleg jó ez a fejlesztési irány, amit ön itt felvázolt, mert ugye most ebből a pénzből átköltöztetjük a parkgondozó Kft. Parkgondozó önkormányzat cég átköltözik A-ból B-be, szuper, elköltöttünk 800 milliót, ki van pipálva, fejlesztünk, ettől nem gazdagodik a város, ettől nem lendül meg Kalocsának a gazdaság élete, ezzel nem könnyítjük meg az itteni vállalkozásoknak a helyzetét, a működésüknek, vagy esetleg a fejlődésüknek a lehetőségét nem teremti meg az önkormányzat. Tehát szeretném kérni, hogy gondoljuk meg, és mindezért most ezt a Kossuth utcai ingatlant kiírjuk pályázatra, 72 millió forint plusz áfás minimális áron. Nem szeretném rontani az üzletet, örülnék neki, hogyha egy ilyen, azért az épületért adnának ilyen összeget. Kétségeim vannak egyébként afelől, hogy az eredményes lesz-e. Tartok attól, hogy megint egy újabb zsákutcába lépünk csak be, telik az idő, nincs meg a végleges megoldás, és ezt a igen-igen jelentős 800 millió forintos támogatást, ezt még mindig bizonytalanságban tartjuk Kalocsa városának. Amíg ez a 30 napos határidő a pályázatra lehetőséget ad az ingatlan értékesítésére, szeretném kérni, hogy dolgozzunk ki a meglévő ipari parkunkra egy fejlesztést. Nincs olyan sok fejlesztés a Kalocsának, szerintem ennyi idő alatt még meg is tudnánk ezt valósítani, és inkább arra adnánk be a pályázatot, hogy egy biztos és jelenleg is tulajdonunkban lévő ingatlanra adjuk be. Köszönöm szépen. Ja, hát ezeket az indokokat már hallottam valahol. Még egyszer mondtam, nem véletlenül mondtam, hogy a képviselőtestület nem kiskorú. Tehát nem véletlen, mikor a pályázatot átgondoltuk, az egészet miért adtuk, akkor B változattal számoltunk. És akkor én átadom most, mielőtt még a képviselőasszonynak megadnám a szót, hogy miért nem lehet csak ipari parkokra fordítani ezt a pályázati lehetőséget, ezért integettem az osztályvezető úrnak, hogy készüljen fel arra. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egy apró félreértést szeretnék tisztázni, azzal kezdeném a választ. Ez a TOP 1-1-1 kódszámú iparterület fejlesztési pályázati lehetőség, amin ugye Kalocsaváros önkormányzata is részt vett, és a tavalyi év májusában pályázatot nyújtott be. Nem elsődleges célja a Városi Parkgondozó Kft.-nek a kitelepítése. A pályázat célja iparterület kialakítása.
A pályázati konstrukció értelmében az önkormányzatnak lehetősége nyílik iparterület fejlesztésére, amely a pályázatnak, a benyújtott pályázatnak is tárgya. Ez azt jelenti, hogy a pályázattal érintett területen, ugye, ami jelen pillanatban a magyar állam tulajdonát képezi, olyan iparterületet tud az önkormányzat kialakítani, amit bérleti konstrukció keretében tud vállalkozások részére kiadni, illetve ott telephelyet biztosítani. Ez azt jelenti, hogy ezen bérleti konstrukció keretében ugyan a Pargondozó Kft. Is igénybe tudja venni ennek a telephelynek a szolgáltatásait, gyakorlatilag itt az önkormányzat egy szolgáltatást nyújt azzal, hogy a területet bérbeadja, és az ezzel kapcsolatosan felmerülő feladatokat vállalja a bérbeadás során. Nyilván cél a Pargondozó Kft. Kitelepítése is. A Pargondozó Kft. Kitelepítése illeszthető ebbe a programba, de a Pargondozó Kft.-n kívül további vállalkozásoknak a letelepedése, illetve itt területfoglalására is lehetőség nyílik, mint hogy a pályázatban vállaltuk is, hogy legalább egy vállalkozás még a Pargondozó Kft.-n kívül is ezen telephelyen tud elhelyezkedni, de ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy akár több vállalkozás is megfelelő igény esetén ezen az ipari területen helyet kaphasson. Szeretném felhívni továbbá a figyelmet arra is, hogy a 800 milliós pályázaton túl egy 220 millió forintos inkubátorház fejlesztési projekt is jelen helyszínen valósulhat meg. Ez azt jelenti, hogy az induló startup vállalkozásoknak is gyakorlatilag a telephelyeként szolgálhat, tehát további telephelyek is kialakulhatnak itt kezdő vállalkozók részére. Tehát az iparterület fejlesztés, csak azért próbáltam ilyen részletesen elmondani, hogy nem elsősorban a Pargondozó Kft. Telephelyének kiváltására szolgál, hanem egyébként olyan új munkahelyek vagy vállalkozások céljára is lehetőséget biztosít, akik esetlegesen munkahelyet tudnak teremteni. A másik felvetéssel kapcsolatosan nyilván elmondható az, hogy ami az ipari park további fejlesztését szolgálja, mind közművek, mind közút, mind egyebek vonatkozásában, nyilván fontos lehet, ugyanúgy, mint az egyéb ipari területeink, ami ugyan nem az ipari parkban található, gondolok itt a Miskei útra, gondolok itt a Ciglédi kertekben található területekre, foglalkoztunk ezzel a kérdéssel is. Ezeken a területeken található vállalkozásokat a pályázati felhívás megjelenését megelőzően már írásban felkerestük, egy igényfelmérést végeztünk annak kapcsán, hogy a jelenleg ott tevékenységet folytató vállalkozások részéről milyen igények merülnek föl, gondolunk itt többletenergiára, többletkapacitás igényre. A visszaérkező válaszok alapján azt kell mondjam, nagyon csekély volt azon igényeknek a benyújtása, illetve megfogalmazása, amely további kapacitás bővítéseket igényelt volna, hangsúlyozom, a jelenlegi vállalkozásoknak a jelenlegi potenciáljához. Tehát azt kell mondjam, hogy nem indokolta további hálózatbővítés fejlesztést ezen területek vonatkozásában. Nyilván azon területek kapcsán, ahol még jelenleg nem települtek vállalkozások, illetve cégek, ott foglalkoztunk a kérdéskörrel, de nagyon nehéz megállapítani azoknak a közműigényeknek a körét konkrét beruházási szándék nélkül. Gondolok itt arra, nem mindegy, hogy az adott telephelyen egy raktár fog létesülni, vagy az adott telephelyen majd egy gyár fog létesülni, vagy egy olyan üzem, amelynek nagyobb a technológiai vízigénye, nagyobb a tűzi vízigénye, nagyobb a villamos energiaigénye, valakinek lehet, hogy szüksége van gázra, valakinek nincs. Ez konkrét befektetési szándék hiányában nagyon nehéz olyan szinten megtervezni, hogy olyan közmű csatlakozásokat biztosítsunk jelenleg közművesítetlen területeken, ami előzetes igények nélkül nagyon nehezen meghatározható. Ezért jutottunk arra az álláspontra, hogy konkrét befektetési igények hiányában nem tudjuk kellő műszaki alapossággal megtervezni ezeknek az adott területeknek a közműellátottságát, közműfejlesztését. Ezért is próbáltunk olyan irányba tendálni, ami a jelenlegi pályázatban is benne foglaltatik, azaz egy jelenlegi telephelyet próbáltunk kialakítani, aminél lesznek adott körülmények, és ilyen adott körülmények között fognak tudni a vállalkozások ide betelepülni, nyilván, hogyha erre mutatkozik a részükről igény.
Nyilván az sem titok, hogy próbáltuk ennek a telephely kialakításának kapcsán a parkgondozó Kft. Igényeit is figyelembe venni, tehát az ő igényük már azért így módon beépítésre került ebbe a programba, hogy az ő részükre megfeleltethetőek legyenek azok az infrastruktúrális körülmények, amelyeket szeretnénk megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, én ettől többet szakmailag nem tudok mondani, de azt hiszem, hogy ez érthető, hogy szakmai előkészítések mentek, és nem csak hasunkra ütöttek, hogy ezért kell. Az egy más dolog, hogy ez lett volna az optimális, ha nem jön össze, akkor más területen valósítjuk meg. Továbbra is mondom, hogy abban az esetben, hogy van lehetőségünk arra, hogy más területen valósítsuk meg. Egyedül, ami ebben mertünk be egyébként, hogyha csak arra használtuk volna, hogy ipari park fejlesztés, akkor külön az Ipari Parkok Szövetségének az engedélyét is kellett volna kérni, mert csak ők engedélyezhetik azt, hogy további fejlesztés. Ezt is már megjelentek, hogy amivel a pályázat így került be először, illetve érintette, akkor ezt megvizsgálták, hogy az van-e, és akkor kiderült, hogy nem teljesen arról szól a történet, hanem nem ipari parkokról, hanem ennek a vállalkozási szféráknak a lehetőségének a bővítése, és ebbe a pályázatba belefér. Tehát mindenféleképpen ez záródni fog hamar, hogy lesz-e a laktanyából valami, vagy nem lesz. Ez rövidesen záródik, valószínűleg addig lezáródik, míg az értesítést megkapjuk a pályázatról. A megyei önkormányzatnál átment a pályázatunk. Bízom benne, hogy hamarosan megkapjuk föntől is az értesítést, és akkor gyakorlatilag amennyiben ez nincs, akkor erről az úton leállunk. Nem kívánok többet erről elmondani, mert azt hiszem, hogy ebbe minden benne volt, ebbe benne a magyar közigazgatás is. A Honvédelmi Minisztérium támogatott bennünket, mielőtt átkerült a vagyon, az azonnal megjósult minden. Ott meg más az elképzelés. Szóval, és akkor majd kíváncsi leszek, amíg megcsináljuk a B-változatot, akkor mi lesz a laktanyával, és akkor majd föl lehetne vetni a felelősséget, hogyha tényleg az lesz, amit jósolunk neki. Körülbelül az lesz, ahogy van. Valamelyik nap jártam a másik laktanyában, mert az oroszok itt voltak az elhelyezés vonatkozásában, és szörnyű állapotok vannak. Szörnyű állapotok. Itt is már alakul a dolog a Fogtai úton is, tehát nem messze vagyunk tőle, csak itt még a betonutakat nem nőtte be a természet, de már az épületeknél megjelentek. Körülbelül arra hasonlít, amit láttam Cipruson valamikor a kék vonalon. Az üdülőkből kinőttek a fák, mert lakhatanok voltak, mert többi. Jó, tehát ennyi van, ezért megpróbáljuk még ezt a lehetőséget. Én elmondtam, hogy nekem is aggályaim vannak, hogy sikerül-e vagy nem sikerül. Ha nem próbálkozunk meg vele, akkor egyelőre ott áll ez az építményünk, és ez is sajnos az értékéből veszíteni fog is romlani, mert amit elterveztünk, hogy bérbe veszik, szociális otthon írtott, meg olyan beruházás nagyságot kellett volna befetszelniük, amit nem tudtak vállalni mi se, mert olyan előírások vannak az új szociális ellátórendszernél, amit mi nem tudunk teljesíteni annál az épületnél. De maga, aki bérbe akarta venni, az se. Dr. Angeli Gabriellának adom meg újból a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Erősítsen meg abban, hogy én úgy értelmeztem az eddigi nyilatkozatok és híradásokból, hogy megkapjuk ezt a 800 milliót. Csak egyetlen egy probléma van vele, hogy nem saját területre kértük. Nem. Ezért... Nem. Ezért... Föl sem merült ez. Ezért mondtam, hogy én ismerős ez a szöveg, amit hallottam. Nem. Ez a pályázatnak nem volt feltétele. Köszönöm szépen. Egyedül az van, hogy a pályázati támogatási szerződés aláírás követő egy éven belül az önkormányzat tulajdona legyen a terület. Tehát még utána is van idő, hogy egy év alatt a tulajdon megszerezzük. Nem volt föltétel, és a pályázatban se volt ez benne. Nem tudom, ki találta ki ezt a marhaságot. Köszönöm, polgármester úr, ezért volt a kérdésem az elején az, hogyha megvan az értesítés, akkor mennyi időnk van arra, hogy esetleg át tudjuk konvertálni, tehát semmiképpen sem veszíthetjük el akkor ezt a pályázatot. És maximum akkor kevesebb lehetőség lesz majd önkormányzatunknak, hogyha ezt az ipari park területén kellene megvalósítani, és nem a laktanya területén. Így van, erről van szó. Köszönöm. Katus Attila. Pénzügyi bizottság tárgyalta, és támogatja az előterjesztést. Köszönöm. Újból megadom félvégkéz a képviselő úrnak a szót, hogy azt mondja, hogy elvonom.
nagyon fontos kérdés. Köszönöm, polgármester úr. Polgármester úr, legalább a nőt tisztelje a képviselőasszonyba, és ne ilyen emelt hangon beszéljen vele. Nem méltó ez önhöz. Jó, köszönöm szépen a figyelmeztetést. De nyilván itt a munka hevében elragadtatja magát az ember, előfordul. Osztályvezető úrnak nagyon szépen köszönöm a válaszát, és annyit szeretnék csak hozzá mondani, hogy igen, nyilván nem csak a pargondozó átköltöztetésére lehet ezt az összeget fordítani, erre nincs pályázati lehetőség. Nem biztos, hogy amik az én információim a helyi vállalkozóktól, hogy nagyon ilyen bérelhető iparterületre vágynak, és polgármester úrnak szeretném mondani, hogy amikor volt az a munka reggeli, amit ön szervezett a vállalkozóknak, amikor az építményadó emelését vezette fel, akkor érdemes lett volna beszélgetni velük, hogy az, hogy megkívánja emelni az építményadót rendbe, de hogy esetleg ott szóba került, hogy az önkormányzat miben tud segíteni, voltak nagyon jó építő válaszok, hogy hát majd ha hivatalos ügyet intéz a hivatalba, akkor majd gyorsabban fogják neki elintézni. Ez úgy gondolom kevésbé aratott a sikert, és lehet, hogy ott meg kellett volna kérdezni, hogy ha már magasabb adót kell fizetni a telephelyek iránt, miben tudna az önkormányzat segíteni. És nekem ott nagyon sok javaslatot tettek, de hát nyilván nem vagyok abban a helyzetben, hogy meghallgassanak itt engem az önkormányzatnál, hogy elfogadják a javaslataimat, amit sajnálattal tudomásul is veszek, de még mindig nem késő. A polgármester még mindig nem késő, lehet, hogy reggeli nélkül is vállalkozott össze, vagy milyen segítséget tud az önkormányzat ebből a 800 millió forintból adni a meglévő telephelyeikre, és akkor lehet, hogy azt gondolnák, hogy igen, az önkormányzat értük is dolgozik. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Az írásba kérem a javaslatait, ez az egyik, mert mindig hallom, hogy a javaslatokat tesznek le, és soha nem kapom meg a javaslatokat. Ez az egyik, és ott elhangzott több minden a vállalkozóknak, hogy amennyiben a pályázatok beindulnak, egyértelműen ígéretet tettem, hogy ami kiviteli jellegű munka, azt a, főleg a kalocsaiak, ha el tudják nyerni, ők kapják meg, hanem akkor segítünk, hogy alvállalkozók legyenek, ez elhangzott ott is, aki ott volt, ezt tudja. A másik pedig, mi csak konkrét ígéreketet tudunk. Azt én tisztában vagyok, hogy ez a projekt is arra szolgálhat, hogy amennyiben a Paks 2 beruházás generál másodlagos fejlesztési lehetőségeket, Kalocsán akkor fogjuk majd tudni kihasználni ezt is, és akkor majd valószínű, föltételezem, hogy lesz igény arra, hogy befektetők idejöjjenek, vagy üzemek idejöjjenek. Addig beszélhetünk róla, de a lehetőséget meg kell adni. És ez a fejlesztési lehetőség alkalmad arra, hogy igen, ezt próbáljuk meg. Török Ferenc képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Kicsit úgy érzem magam, mint a Dumb és Dumber filmben, amikor a pesgős üveggel dugóval lelövik a fehér bagyot, azt mondja, hogy ez a buli megdöglött, menjünk. Tehát kicsit az az érzésem, hogy itt ez a dolog, ez halódik, és nagyon gyorsan kellene valami olyan épkézláb dologgal előállni, amivel a 800 millió forintot meg tudjuk menteni. Jó gondolom-e azt, hogy jelen állás szerint, amit ön elmondott, az állam közel 100 millió forintot kér, és ott tartunk, hogy pénzt kér azért, hogy odaadja ezt a területet. Így van, akkor abban az esetben, hogyha a csere nem tud létrejönni. Rendben, tehát így jelen van. Pillanatban 100 milliót kell fizetnünk azért, hogy el tudjuk költeni 800 milliót. Van nekünk saját ipari parkunk. Kérdésem, a saját telekért kell fizetnünk? Képviselő úr, mielőtt belemegyünk ebbe, nem kell fizetnünk, de a következő... Tehát van az ipari parkban akkor a területünk, ahova megnyerjük a 800 milliót, akkor azt a pályázatot ott meg tudjuk tenni. Tehát építkezhetünk az ipari parkba. Kérdés, ha ott építkezhetünk, akkor a parkgondozó ki tud oda költözni? Ha olyan helyen tudjuk létrehozni, akkor igen. Jó, tehát ki tud akkor költözni igen. Oda. Viktorhoz a kérdés, ha ott építkezünk és azt valósítjuk meg, amit 800 millió forintért kérünk, és plusz 200 milliói az inkubátorház, az inkubátorház meg tud valósulni az ipari parkba?
Hát csak ha ilyen sima lenne, akkor más, mert el is lesz majd felemetem. Nem lehet erre egyértelműen igennel is nemmel válaszolni. Hadd válaszoljak két-három mondatban. Értelemszerűen lehet az ipari park területén is ilyen jellegű fejlesztésbe fogni, de egy valamire fel szeretném hívni a figyelmet, azért nem ilyen egyszerű igennel vagy nemmel válaszolni erre. A jelenlegi területen meglévő felépítmények, meglévő közmű csatlakozások, meglévő közút csatlakozások vannak, hasonló adottságú, hasonló infrastruktúrával, felépítményekkel rendelkező terület az én ismeretségi körömben önkormányzati tulajdonban nincs, tehát egy ugyan ekkora volumenű beruházás, ugyan megvalósítható, de nem ekkora forrásból, nem lényegesen magasabb forrásból. Nyilván ennél egy kisebb léptékű beruházás valósítható meg, így igen megvalósítható, de ugyanebből a forrásból egy ugyanekkora volumenű nem valósítható meg. Köszönöm. Tehát akkor tulajdonképpen azt mondtuk, hogy ez egy járható út, ezt meg lehet vizsgálni. Erre vonatkozik az egész. Tehát látjuk, hogy valami döglődik, akkor próbáljuk meg a másikat, ami mellett egy csomó érv szól. Nem kell 100 milliót fizetnünk, ott van a telek. Lehet, hogy nem kell akkora 800 millióba betervezett, nem tudom hány négyzetmétert fedett csarnok. Mostani könnyű szerkezetes dolgokkal pont a megfelelő igénynek, megfelelő méretű ipari parkba a parkgondozónak biztos lehet telephelyet építeni, és lehet, hogy kisebb lesz, de nem került 100 millióba, nem kell harcolnunk az állammal azért, hogy pénzért odaadja nekünk azt a területet. És még egy utolsó érv, bárki beszélt már az orosz lakótelepen lakókkal és a katonai lakótelepen lakókkal, hogy pont a kettőjük között egy ipari tevékenységre alkalmas területet akarunk kialakítani, ahova próbálunk ipari tevékenységet folytató cégeket majd behozni. Tehát tudjuk nagyon jó, hogy Kalocsán, hogyha 5 méterre vagy 50 méterre valakitől valamit akarunk, akkor a fél utca aláírás gyűjt, és mindenki ellenáll. Tehát megszerezzük 100 millió, 800 milliót elkezdik oda, majd a lakosság elkezd tiltakozni, hogy mi a felének építjük oda. Van ipari parkunk kellő távolságra a várostól, a munkásoknak, akik a parkgondozóban laknak, vagy laknak, dolgoznak, teljesen mindegy, hogy hova megy, vagy még 500 métert kibiciklizik, vagy ott a most tervezett helyen fog lenni a munkahelye. Tehát van észszerű alternatíva ugyanezekkel a költségekkel, ugyanezekkel a lehetőségekkel, akkor több mint egy éve erőködünk, ahelyett, hogy akkor elkezdenénk egy másik alternatívánkon dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azért mondtam, hogy nem ennyire egyértelmű a dolog, mert természetesen mi se fogjuk kiadni, hogyha egy csere nem jön össze, a 100 millió forintot. Még egyszer elmondtam, hogy ez lett volna a legoptimálisabb helyszín. Azokat a kérdéseket mi is föl fogjuk szedni, tehát amikor eddig, hogy nincs csere, akkor nem valószínű, hogy mi 103 millió forintot ki fogunk adni, hogy megvalósítsuk ezt a dolgot. Hanem akkor ezeket a kérdéseket mi is egyébként már föltettük, azért mondtam, hogy van B-variáció is. A B-variáció akkor kerül sorban, amikor eddől, mondtam, hogy ez e hónap közepéig eldől, hogy lesz csere, vagy nem lesz csere. Ha nem lesz csere, akkor egyértelmű, hogy optimálisan nem tudjuk megvalósítani ezt a beruházásunkat, akkor egyértelmű lesz, hogy nekünk a másik megoldás fele kell menni, és van még időnk rá. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, amikor bemutatjuk az augusztus 30-ai testületi ülés utolsó részét.